Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, hogy passzoltok-e egymáshoz, mégpedig az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Marianne számára. Kedves Marianne, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném a szerelmi jóslással, a kártyákkal, aztán áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ez a virágcsokor utal a te szépségedre, nőiességedre, a te fellépésedre. Ez a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, egy meglepetést is. Azon kívül együtt a könyvvel lehet egy spirituális terület, ahol te kiépíthetsz valamit, vagy egy kreatív munka, és itt még sokat fogsz tanulni. A könyv nem csak a tanulásra utal, hanem a titkokra is, hogy te szép vagy, mert ő így lát téged, ő ezt nem mondja. Titokban tartja, de légy magabiztos. A harmadik kártya, ez a horgony, azt jelenti, hogy te nála lehorgonyoztál, itt le tudsz gyökerezni, akkor is, ha ez még egy titok, de érezd így ezt a párkapcsolatot. Ez a horgony jelenthet a munkahelyre is, és megvan arra a lehetőséged, hogy tanulj még valamit, és kibontakozd magadat, vagy egy magán cég, vagy egy kreatív munka által. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt jobb oldalon az első kártyán láthatjuk ezt a fát. Ő keresi a helyét az életben, ahol úgy érzi, igen, itt le tudtam gyökerezni. És ez a szerelem kettőtök között. Tehát légy biztos az ő érzelmeiben. Ez a fa jelenti az egészségügyi témákat is, utal betegségekre, és ha egészségről van szó, vagy betegségekről, akkor a kasza az utal operációkra. És ez, ami őt most jelen pillanatban foglalkoztat, az ő egészségügyi állapota. De ott van a szív, és a szerencsét hoz, ő szeret téged. Most megtekintjük azt, hogy mi a te gondolatod, vagy miről kellene elgondolkoznod, mert ez, ami a közeljövőben beteljesedik nálad. Az első kártyán, ott felül bal oldalon látható az ostor. Az azt jelenti, hogy valaki ostoroz téged, és az fáj, utal vitákra, veszekedésekre. De ott van mellette a második kártya, az egerek, és az egerek mindent felfalnak, az arra utal, az egerek ezt eltávolítják. Ez véget ér, és akkor így meg lesz a nyugalmad. A harmadik kártyán láthatóak a halak, azok utalnak pénzügyi dolgokra, de vigyázz rá, mert az egerek ezt is el tudják távolítani, lehet pénz veszteség, ügyelj az anyagiakra. De a halak jelentik a belső értéket is, légy ezzel tudatában, ezt kell, hogy erősítsed, hogy ne veszítsd el ezt a belső erőt, higgy ebben a párkapcsolatban.
Most megtekintjük azt, hogy miről gondolkozik ő el, vagy miről kellene neki elgondolkoznia, mert pontosan ez történik nála a közeljövőben. Ott fent, jobb oldalon látható a ravasz róka. Ezek hamisságok, hazugságok az ő környezetében. De ő erre rá fog jönni, mert lezárja ezt a kapcsolatot. Erre utal a koporsó. És a harmadik kép szerencsét hoz neki, szerencsét hoz kettőtöknek, mert a csillagoknak ez a jelentése, azon kívül a ti kapcsolatotok nem véletlen. Ez így van megírva a csillagokban. És most megtekintjük a te titkaidat. Azt, amit még nem vettél észre, vagy amit titokban kellene, hogy tartsd, az is előfordulhat, hogy később fog bekövetkezni, és emiatt még nem látható, tehát ez is egy nagy titok. A te titkaid. Ott lent bal oldalon vannak a titkok. Ez a lovas férfi jelenti a mozgást, tehát pörögni fognak az események nálad. Lehet sport vagy autó is. Ennek a kártyának van még egy jelentése, mégpedig egy férfire utal. Tehát előfordulhat az, hogy te megismerkedsz még valakivel. De én inkább úgy gondolom, hogy itt mozgásról van szó, hogy ő veszi kezébe a dolgokat, és így előre mennek az események. A középső kártyán ez a kereszt utalhat vallási dolgokra, vagy egy spirituális tevékenységre, de arra is, hogy a ti életutatok kereszteződött. Itt van egy ilyen kármikus kapcsolat, egy ilyen lelki kapcsolat, mert a lelketek összetartozik. A harmadik képen láthatóak az utak, ahol szintén egy kereszteződés van. Tehát megint arra utal a kártya, hogy a ti életutatok kereszteződött, és eljuttok ehhez a kereszteződéshez, ahol mindketten elgondolkoztok azon, hogyan tovább, vele vagy nélküle. Én azt mondanám neked, várj rá, ti összejöttök, de előfordulhat tényleg, hogy te még valakivel megismerkedsz, és te hozol döntéseket. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amire ő nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és az még nem látható, nem érezhető, tehát egy titok. Ez a torony ott alul, jobb oldalon utalhat hivatalos dolgokra. És ez a kígyó lehet egy nő, aki segít neki ezekben az ügyekben, és emiatt szerencséje van. De ez a torony mutat mást is, amikor fogva érzi magát, mert ez a nő fogja őt, és ez a torony akkor olyan, mint egy börtön, ahol ő keres egy megoldást, keres egy kiutat, szeretne felszabadulni, kilépni ebből a kapcsolatból. És szerencséje lesz, mert itt lesznek ezek a megújulások, és ő lezárja ezt a kapcsolatot. Ez a kígyó utal a megújulásokra is. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami titeket összeköt, az a te személyiséged, a te fellépésed, a te nőiességed, és te hozol döntéseket. Nála ott van a szerelem, és ő feltekint rád, te fontos vagy számára, te állsz a középpontban, és ezt közölni fogja veled. És most áttérek az asztrológia területére. A nap
szimbolizálja a ti éneteket. Ha te az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor ebben a színdarabban te játszod a főszerepet, és ez a nap energiája. A te horoszkópodban a nap a Szkorpión jegyében van. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és az utal az érzelmekre. A Szkorpión jegyénél van ez a belső megújulás. Elhagyni a félelmeket, bízni a jövőben, bízni magadban, a szeretetben, a jóistenben, mert ez erősít téged belülről. Ha ezt így érzed, akkor uralkodsz magadon, uralkodsz az életed felett. És ezt jelenti a Szkorpión jegye, ezeket a megújulásokat, ezeket a változásokat. Ami a testi kapcsolatot illeti, az a Szkorpión jegyéhez tartozik, tehát van ez a kisugárzás is nálad. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt a Szkorpión jegyében mozog a lefele mozgó hold csomó Kétó. Ez egy kármikus csomó, és ez utal a múltra, mindarra, amit átéltél a múltban. Az ő horoszkópjában a nap a rák jegyében van az indiai számítás szerint. A rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, ahol érzelmekről van szó, így megvan köztetek ez a harmónia. Ami fontos számára, egy otthon, a családi kapcsolat. A rák jegye felett a hold uralkodik, és a hold szimbolizálja az anyai érzelmeket. És neki erre szüksége van, hogy ezt is kimutasd számára, hiszen itt a víz eleménél érzelmekről van szó. Számára fontos az anyai érzelem, a párkapcsolatban is. Valaki, aki gondoskodik róla. A hold nem csak az anyát vagy az anyai érzelmeket szimbolizál, hanem az érzelmeket is. Nála ez olyan változó, mint ahogy a hold is változik. Teli hold, új hold, fogyó holdfázis, növekvő holdfázis. Ez előfordulhat nála. És ha már a holdnál vagyunk, most áttérek a hold energiájára. A te horoszkópodban nem csak a nap, hanem a hold is a Szkorpión jegyében van. A hold elbúcsúzott már a naptól, tehát te röviddel egy új hold napján születtél, és elindult ez a növekvő hold fázis. Mint említettem, a Szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, tehát a holdad az a víz elemében van, ahol érzelmekről van szó. Az ő horoszkópjában a hold a vízöntő jegyében van. Ő röviddel egy ilyen teli hold után született a csökkenő hold fázisban. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik. A Szkorpión jegye és a vízöntő jegye, tehát a víz és a levegő nem harmonizál. Itt kell egy megoldás, és az a középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Neki kell a levegő eleme, és az azt jelenti a szabadság érzete. Te viszont a víz elemével közeledsz hozzá, ami az érzelmekre utal. Ha ez neki túl sok,
akkor visszahúzódik. Ne mutasd ki az érzelmeidet. Illetve ne túl sokat. Itt van az arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ezt én úgy tudnám elmagyarázni. Képzeld el, te az uszodában vagy, és a víz alatt. És ha alul maradsz, és a víz túl sok, akkor nem kapsz levegőt. Tehát fel kell, hogy emelkedj, hogy levegőhöz juss, mert megfulladsz a vízben. Tehát így szeretném szimbolizálni, hogy hogy hat rá, ha túl sok érzelemmel közeledsz hozzá. Így szeretném elmagyarázni, hogy hogy hatnak az elemek egymásra. És ez a kapcsolat a vízöntő és a szkorpión között. És ez kihat a ti érzelmetekre, mert a hold hatása alatt érzelmekről van szó. Ez nem jelenti azt, hogy ő téged nem szeret, de ügyelj arra, hogy mennyit mutatsz ki a te érzelmeidből. És most áttérek a Vénusz energiájára. Vénusz bolygó utal a szépségre, a harmóniára, a művészetekre, de a nőiességre is, azon kívül a szerelemre. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, és az a tűz eleméhez tartozik. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó, ami a lelki társnőjét szimbolizálja, az oroszlán jegyében van. Tehát ő szereti azokat a tulajdonságokat egy nőnél, amit az oroszlán jegye szimbolizál. Ha megvan ez a magabiztos fellépésed, mint egy királynő, ez a büszke tartás, ez a kisugárzás, hogy te állsz a középpontban. Ez, amit ő öntudatlanul keres a párkapcsolatban. Aztán hozzájön még a rák energiája is, kell egy kis anyai érzés hozzá, vagy egy idősebb hölgy, ami szimbolizálja az anyai érzelmeket. Az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, így megvan köztetek a harmónia a szerelmi élet területén, a lelkesedés és a testi kapcsolat. És most áttérek a Mars energiájára. Mars bolygó szimbolizálja az erőnket. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, mert kell, hogy bebizonyítsuk magunkat az életben, vagy védeni kell magunkat. Mars, ez egy férfias energia, és utal a férfiakra, a lelki társunkra is. A te horoszkópodban Mars bolygó a kos jegyében van, ahol jól érzi magát, mert Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett, tehát otthon van. Így megvan tényleg az erőd. A te Mars bolygód a határon van a halak jegye és a kos jegye között. Te mindkettőt ismered. Te kiismered magad a halak jegyében is. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, jelenti a bátorságodat. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó. És te így vagy úgy mozogsz, ami a Mars energiát jelenti. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a Skorpión jegyében van. Itt van köztetek egy kapcsolat, mert a te napod és holdad szintén a Skorpión jegyében van, és nem szabad elfelejteni, most itt mozog a lefele mozgó holdcsomó jövő év márciusáig, tehát itt most vannak nálad is, nála is kármikus témák, itt jönnek az emlékek. Tehát az ő
Mars bolygója a Skorpión jegyében, a víz elemében van. Ha te a halak jegyét éled, és érzelmekről van szó, akkor megvan köztetek a harmónia, mert a halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik. Ha viszont a kos jegyét éled, a tűz elemét, ha testi kapcsolatról van szó, akkor kihatsz rá, mert az ő Vénusz bolygója, azaz oroszlán jegyében van, szintén a tűz elemében, akkor egy hangban vagytok. De ha más témák vannak, mint például tervezni a jövőt, vagy érzelmekről beszélni, és éled ezt a kos energiát, és türelmetlen vagy, akkor az nem tetszik neki, vagy nem mindig jó ez számára. És ez abból adódik, hogy az ő Mars bolygója a Skorpión jegyében, a te Mars bolygóddal a kos jegyében egy kvinkunx aspektust alkot. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, mint egy inga. Képzeld el, van előtted egy inga, és én megkérdezném, mondd meg, hogy melyik irányba fordul ki. A válaszod, nem tudom, fogalmam sincs. És ez a bizonytalanság érezhető nála, vagy nálad is, itt is kell egy megoldás, egy középút. Légy türelmes és megértő vele, akkor megvan köztetek a harmónia, ne légy bizonytalan, hanem gondolj a halak energiájára, mégpedig arra, hogy higgy abban, hogy folyamodnak az események. Bíz ebben a szerelemben. Kedves Marian, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!